mit akart mondani? Miért rángatott el olyan botrányosan az ebédlőből, amikor Ráhel még asztalt sem volt? Szehetem. Hetes gyönyör volt nézni a vacsohánál, amíg evett. Hogy villogott a szeme, a foga. Ahogy távol az olcimpája, egyetlen pohár pezsi után, igazi telivér. És a nagyszerű mozdulat, mert a világ a biftekbe szúrta, őrült. Ezt az arcomba taposni egy kalcsú lábával, tehát nem tudok nyitni a világát, mint a biftekbe. Nem eszem ember húst. De mégis meggondolnám magát, csak szóljon nyugodtan. Én hetedesen vágyom rá, én gyönyörű fene vagy legeljele, mint maga. Megőrült? Hát kompromittál a személyzet előtt. Nem szabad halagudnia. Ez nálam a legnagyobb bók. Az én számi fantáziám ugyanis... Zavarok? Ha azt mondtam, hogy igen, elmennél? Nem. Hát akkor minek kérdez? Igazság szerint maradhatott volna még egy kicsit. Igen. Olyan érdekes volt kettesben. Ugye Rafael ebben a percben vallott szerelme. És éppen az intim tulajdonságairól kezdett beszélni. Kínálta a portékáját. Az más. Akkor elmegy. Nem. Most már maradjon. Az ilyesmit nem lehet csak úgy újrakezdeni, ha egyszer kibicsaklott. Nem bicsaklott ki. Én bármit újra tudnám kezdeni. Csak elhígy a fenébe! Nem engedem. Adjon egy kis szabadságot. Menjen, keresse meg a ridikülömet. Kis gyémánt ridikül. Ott hagytam a szalomban, vagy talán az ebédlőben. Ne menjen inkább ő? Nem. Maga. Aki nálam jutalmat akar, annak szolgálni kell. A hózsát visei annak. Rettenetes tömiseg. Szegényke. Tudja, miért küldtem el? Akartam kérdezni. Hát meg akarom kérdezni magától, hogy miért kerül ilyen görcsösen, mióta itt vagyunk, ebben a házban, ahol egyébként minden éjszaka maga a csábító alkalom. Már nem akar? Nem szeret? Vagy igen? Csak kínoz? Hát mi van magával? Hiszen maga nem is figyel. Hát mit néz olyan félelmetes, üres tekintettel? Számon akar kérni valamit? Netán a flörtöm miatt haragszik? Féltékeny. Vagy szakítani akar? Nem. Várjon egy kicsikét, amíg nekem jut eszembe, hogy kidobjam. Ne féljen. Nem fogom kidobni. Szeretem. Még mindig szeretem. De nem értem. Nem tudom megfejteni a rejtélyét. Tudja, néha a szerelem leghevesebb ruhamában hirtelen olyanná válik a karomban, mint egy darab kő. A szeméből kimúlik minden láng. A feje úgy pihen a párnán, mint egy halotté. Mondja, mire gondol olyankor? A legzüllöttebb alkoholistának is vannak világos pillanatai, drága Evelyn, amikor a pálinka mellett ráeszmél arra, hogy mit is csinál. Szemtelen. Gyalázatosan. Itt nagyon ki vagyunk világítva. Jöjjön, álljon oda velem a sarokba. Meg akarom ölelni. Nem lenne most szívem szerint való dolog, Evelyn. Ó. Ez fájt. Először történik velem ilyesmi. Vigyázzon! Ne feszítse meg túlságosan a húrt, mert elszakad. Figyelmeztetem, hogy nagyon veszedelmes flörtben vagyok benne nyakig.
Ha nagyon elkeserít, még komolyan veszem azt a játékot. No, nem kíváncsi rá, hogy ki az, aki most benne evickél a hálomban? Egyáltalán nem. Tudom, hogy nagyon jó dolga lesz ennek a halnak, akit maga megfog Evelyn. Az a merev pofa, szét tudnám ti... Édes kettesben? Igen, drágám. Tudod, a férfi a kettesben sokkal szórakoztatóbbak. Ez alól a szabály alól csak Gábor kivétel. Ő kettesben kiállhatatlan. Vádokból van. Vigyázz magaracskám, a te jövendőbelid is ebből az unalmas fajtából való. Az öccse. Tudod mi, Kendi? Mi igazi férfiak vagyunk. Nem úgy, mint a bátyák. Ő az anyja családja előtt. Az álmos túlzókra. Ő nehéz vasas. Én könnyű viszlát. Mindig felfadás, csak iszre! Ne tegyen idegesség! Ez nem illik. Ugye nem illik? Nem. Na de dadús. Nem. Hát pardon. Hát akkor mit csinálják, ha bennem vibrálok életerővel? Sportolja le. Kérem. Bolond. Fiatal. Júli maga meg mekkorát sóhajtott. Mintha valami matuzsálem lenne. Az is vagyok. 10 000 éves. Sőt, több. 40. Lesz. 10 perc múlva. Nem igaz. 37 éves lesz. Május 6-án. Honnan tudja? Megnéztem az Ezrede évkönyvében. Mondja, miért öregíti magát annyira? Azt hiszi, hogy az elegánsabb? Nem. Csupán szeretem a kerekszámokat. Jó, jó. Adja már abba, látjuk, hogy erős. Nézem, micsoda muszkönyv. Ó, az mint a kő. Tudja, hogy tavaly a havasban egy vadászkéssel elejtettem egy medvét? Medvét! Ott volt a fának támasztva a puskám. Lelőhettem volna ördögöt, amikor rámért. De ördög tudja, igen, megvárta. A bestia eltörte a karom. Én fölvágtam a hasát. Csupa vér voltam. Mint egy hős. Mint egy mészáros. Nem, sehol sem a hirdicsőt. Már megvan. Kitaláltam meg, összetöröm. Hát én. Ma határozottan Peckham van. Ó, Isti! Hát folyált ennyi ideig, jöjjön. Egy évek százasztendő szerényi szilvóniumban barátkoztam. Hihetetlen, hogy milyen jó társaság, egy ilyen régi szép szivárványos falat. Nem bírtam ott hagyni. És mondja, miről beszélgettek? Az üveg elmagyarázta nekem, hogy én vagyok a világ közepe. A dalai láma, a velszi herceg, a futamgyőztes kótagár, sőt, az oxfordi vezérevezős. Nem lát a fejem fölött valami glóriát? Inkább azt látom, mintha kisé keresztbe állna a szemem. Ez nem a szesztől van, természetes kancsiságom. Annyi barátság után csak most veszi észre. Kávé, kezi csókolom, a kávé, kávé. Ő irgalmasság a kávé. A fekete kávé elkészült. Kitűnő. Magam vigyáztam rá. Helyre akarom hozni a nyipát, hogy a fényben túl sok volt a zselatin. Isti! Nem tűrök sokáig foltot a házam becsületén. Aranyom, kínálja helyettem a vendégeket. Igen, mama. Olyan kedves tőle, hogy így szólít, pedig hát nyilvánvaló, hogy csak a nevelt lányom. Mégis olyan közel állunk egymáshoz, hogy saját gyermekembe tekintem. Igaz, dadus? Az már igaz, nagyságos asszonyom. A kis komtesz nagyon kötődik én. Már kisgyermek kora óta láttam ötvesen. De hát így van ez jó. Kötődjön csak a mamájához, nem máshoz. Mesélj, nem egyesz, mondjam, inkább dadus. Gyermekkorában is ilyen tartózkodó volt. Nem, nem fiatal ember. Tú
tudja ő kimutatni, hogy kit szeret és hogyan. Törékeny, drága nevés. Csak tudni kell vele bánni. Így igaz. Úgy látom, Dadus maga nagyon figyel, le se veszi a szemét a kis komtesszről. Én mindenhol ott vagyok. És vigyelek. Persze. Na, de ne aggódjon, fiatalember. Én vigyázok én a kis komtesz érzelmeire. No, persze a tisztességére is. És én mindenhol vagy, ott vagyok. És ismétlen, figyelek. Nagyszerű. Cukor nélkül? Igen, köszönöm. Maga? Ha nem túl forró. Kicsikét már csak bele a kis útba. Nem szokásom szembedítségni a házat, ahol vendégségben vagyok. Pedig muszáj. Micsoda kávé? Maga véletlenül nem arab származásunk? Nem. Az anyai dédnagybátyám nagykövet volt a magas portánál, és sokáig élt Törökországban. Ő ültette a kávé kultuszát a familiánkba. Tudták, hogy én Tuniszból hozottam a kávét és magam pörkölöm? Ez nem hisztéria, gyöngétség. Családi örökség. Nagyon helyes. Mindenhez múlt kell. Maga házában édesanyja, biztosan az olyan jó a kávé, az ősök hosszú soha fáradozott a kávéfőzés művészetében. Úgy nélkül nincs semmi. Ezen bukik meg minden demokrácia. Hendíthetetlen elméletem, hogy nagy kávót a cienzet elejtene. Gyönyörű bútorok, ékszerek, idili béke volt a világon, míg a fiúk az apjútól ölkölték a szerszámot. Ez úgy szemmelés jelent... Micsoda sületlenség ez! Így csak egy pudlik ugye viselkedhetik szalomban. Te tehetsz róla, öregem! Aj, ennyi! Most miért? Rafael olyan okosan beszélt, mint egy angol miniszter. Engem roppantul érdekelt, amit a céhekről mondott. Igazán csak Istitől kaphattam el. De haragudj, öregem! Ragad, ragad! Pántom! Bocsánat, kérek, hogy élek. Milyen gyönyörű este. Milyen igazos csend. Hallják, hogy ciripel a tücsök? Látszik, hogy csak a lóversenypályáról ismeri a természetet. Ez nem tücsök, ez lótetű. Az ördög vinni el egytől egyik, hogy mind összelegi a virágaimat a házam előtt. Nekem ez nem veszi el a kedvemet egy kis sétától. Jönnek? Nem félnek ettől a vadállattól? Nem, hát maga nem tudja, hogy én oroszlán vadászaton is jár. Ó. Na menjünk. Maga nem jön? Engedelmével maradok. Igen, sétáljunk egyet a holdfényes parkban, a szilfák között. A vigandalító dalát zengi. A lóktető. Maga miért nem megy? Hiszen ebben a nagyhajtásban magának lenne a legnagyobb sansza. Ez a nyúl nagyon világosan úgy taktikázik, hogy maga fogja meg. Azt hiszi. Nem hiszem. Látom. Nos, téved. Én is tudnék róla. Ugye egy férfi megérzi, hogyha igazán érdekel egy nőt. Különösen az olyan tapasztalt méróka, mint maga. Különösen az olyan tapasztalt vérróka, mint én. De nem azért maradtam itt, hogy a Don Juani esélyeimet megvitassuk. Lentjártam Magyarországon. A ház renoválását befejezték. A park készen van, a falak megszáradtak. A fűtést bevezették, a villany jó. Bátran beköltözhetnek a fiatalok, megtarthatjuk az esküvőt. Ennyi, de sürgeti. Neki nem olyan sietős. Ó, de igenis sietős.
El sem képzeli, hogy mennyire sietős. Örülten sietős. A maga kis szalonját és buduárját már be is rendeztem. Megbocsátható lakodásért? A szalon angol vörös, a buduár rezedaszín. Maga megjegyezte, hogy szeretem az angol vöröset és a rezedaszín. Amint látja, nem felejtettem el. Becsület szavamra. Féltékeny néha te nem volnál a bátyám. Hisz ez már elég komoly udvarlás, nem? Annyi bizonyos, hogy Gábor nagyon figyelmes hozzám. A maga udvarlása pedig annyiból nyilvánul meg, hogy kékre szorongatja a karomat. És tenisznél kineve, hogyha nem tudom visszaadni a labdáját. Ez panasz akar lenni? Érzelgős jelenetet akar? Hát tessék! Ó, angyal! Ha engedje meg, hogy csókaimmal borítsam a piskót a lábanyomát a föld. Kérem, nevelje meg az öccsét! Már látom én is, hogy Gábornak igaza van. Még össze fognak veszni, ha sokáig tart ez a mátkasság. Essünk túl rajta minél hamarabb. Sok mindent utálok ebben a modern korban, hanem azt szeretem, hogy a 10 esztendős jegyességek kimentek a divatból. A jegyesség se hús, se hal. Nem tetszik nekem. Helyes beszéd. Magam is már szeretnék ott tartani. Valahol a mézben. Méz! Méz! Micsoda utálatos fölfogása ez a dolgoknak! A házasság igazi jelentősége akkor kezdődik, amikor már bebizonyosodott, hogy tartós. A házasság annál külön, minél unalmasabb. Az enyém, bár még csak pár éve tart, ebből a szempontból már csodálatra méltó. Igaz, Kelemen? 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 Figyelek, figyelek! Figyel? Miről beszélgettünk? Hát úgy tudom, hogy a pókerról vagy, nem? Vagy nem. Ezentúl nem kap este enni. Úgy látom, az emésztéstől alszik el folyton. Azt kérdeztem, hogy van-e valami akadálya annak, hogy az esküvőt már augusztusra kitűzzük? Nincs. Ami a dolog financiális részét illeti. Ha engem nem kérdeznek meg, akkor legalább előttem ne. Igaza van, Rubinton? Jöjjön! Beszéljük meg a részleteket odafent. Gábor, maga is jöjjön, mint rokon a vőlegény képviseletében. Jöjjön már! Kérem, védelmezzen meg engem is. Szeretném, hogyha velem is törődne egy kicsit. Maga igazán jó barát. Mint halál. Most egyedül maradtunk. Miért mondja ezt ilyen jelentőséggel? Mert én ezt az alkalmat megragadom, hogy vőlegény jogomnál fogva megcsókoljam azt az édes kis kacsapehelyet a nyakán. Ami már olyan puha, mint a kis kacsapiké. Megálljon! Komoly mondani való van. Jó, jó, jó. Menjük a kacsapehelyet. Nézze csak! A mi jegyességünk olyan kedvesen indul. Olyan frissen, ártatlanul. Magam néha még birult is előttem. Ha tudná, hogy tetszett nekem olyankor. De most, néhány hét óta, valami új kifejezést látok a szemében. Valami nyers, mohó kifejezést. Ami napról napra vadabb lesz. Ez a növekvő szerelem. Nem. Ez nem lehet szerelem. Ez valami más, valami csúf dolog, ami engem sért. Várjon meg! Nem, nem! Megálljon! Hogyha nem áll meg, büntetést kap, és megcsókolom azt az édes kis mennyet is. Ami már olyan édes, hogy nem ismerem, szájnak nevezni. Nem, nem, kérem, igazán nincs hozzá most hangulatom. Édeszagú a szájom! Édeszagú? Már a konyhajom! Majd megbántottam! Látja, miért nem hagy békében? Valami baj van? Hangokat hallottam. Tadus, nem történt semmi. Na jó, gondoltam, benézek.
hogy elmondjam, itt vagyok a közel. Nagyon közel! Fáj? Itt a bal, látszik? Nem, nem látszik. Még mindig fáj. Már nem annyira. Összegyűrődött a nyaked? Egy kicsit. Hát, igazítsa meg kérem. Úgy. Úgy. Úgy imádom, amikor az édes kis keze itt motoszkál az állam alatt. Jó, jó, nem látunk semmit. Sajnos. Na de igazán. Úgy döntöttünk, hogy még júliusban sincs igazi kárnyékülő éjszaka. Ideg van odakinek, fel kell valahogy melegedni. Táncoljunk! Jó ötlet! Tessék itt a zene! Nem szabad meghamisítani a lényegüket. Engedni kell. Át kell adni magunkat a parázna vágynak. Akkor mindjárt simában megy a dolog. Igen csak. Jöjjön Gyuri, mutassuk meg! Na, próbáljuk meg újra. Köszönöm. Nem kérek belőle. Püff neki. Megharagudott. Könnyen haragszik. Ne nyúj hozzám! Ne bántsd rá. Hagyd meg békén. Talán folytathatnak. Ó, nem, nem. Nem csak megbántottuk, de fájdalmat is okoztunk szegénykének. Az ilyen fiatal lányok olyan érzékenyek, mint egy kis virág. És pont én, aki annyira szeretem. Tudja mit? Megyek és megbékítem. Visszavezetem a karjaiba. Maradjon itt, de legyen egyedül. Az urak jól tennék, ha elpárolognának innen. Menjenek fel kártyázni. Egy kis póker. Majd én megbékítem a duzzogó gerlicét. Micsoda asszony! Mégis! Tűzvész! Méhek! Mennyország! Nem csak az úr meghalt. Két esztendei házasért után. Szegény Baltazár, nem bírta ki a sok boldogságot. Még a gyermekét sem láthatta. Hát, ha egyáltalán tőle volt. Sötét erdőbe létszakadt? Nem lenne azt találkozni vele? Becsülj ezt szavamra. Hát folyik a nyálam az irítségtől. Hát szabadok vagytok. Versenyeztetnétek a kegyeért. Különben is most kivezet? Az Isten tudja. Egyszer én vagyok elő, egyszer ő hátul. Furcsa egy versenyez. Lehet, hogy mindketten kitörjük benne a nyakunkat, anélkül, hogy célhoz érnénk. No, én nem hiszem, hogy végül is választana valakit. Nem olyan a temperamentum, vagy kibírná egyedül. Hát, ha már... Nem, nem, nem. Most nincs senkire. Tudnánk róla. Elmondanátok.
Nem. Elárulná ő maga. A parazsat nem lehet elrejteni. Na, gyerünk, menjünk kártyázni. Egy óráig tart, amíg szétasztjuk a zsetonokat. Csak nem kétségbe esünk. Hetteltesen jó, egy emberre hazig az asszony. Ne legyen olyan jó kedve. Nem sikerült az expedíció. Ne mondja. Nem sikerült? Hát van olyan, hogy magának nem sikerül valami? A seb úgy látszik túl mély volt. Várni kell. Legalább holnapig. Majd az éjszaka segíteni fog nekünk. Könnyek közt, szerelemféltésben töltött éjszaka. Ismerem az ilyet. Az ilyen éjszaka nagyon megpuhítja az embert. Köszönöm, hogy fáradt érte. Amúgy se le. Pumpás illata van a bőrének. Chanel. De mondja csak, nem féltékeny maga egy kissé a bátyjára? Most is együtt találtam őket, és éreztem, hogy mennyire zavarom a kettősüket. Nem, féltékeny legyek Gáborra. Szó sincs ilyesmi. Miért? Higgyel nekem, nincs asszony, akit ne izgatna a probléma, hogy kicsalogasson a csigaházából egy ilyen passzív, lusta férfit. Persze a maga mennyasszonya tiszta kis virág. Hanem azért, mégiscsak asszony, egyszer csak eszébe juthat, és ne gondolja, hogy a mátkaság akadálya az ilyesminek. Nem. A mennyasszonyom nem olyan, már egy kicsit frigid, de Gábor bátyámban tökéletesen megbízom. Ne mondja. Igen, szegény vulkán volt vala, félelmetes tűzhányó. 20 esztendőn át dolgozott szorgalmasan, de idő előtt kihűlt. Most már nem fog kihűlni többé. Nincs benne láva. Bezzeg maga. Én? Én tele vagyok erővel. Nem akarok magának hazudni. Nekem minden nő tetszik. A kövérek. Mert olyan jó a kövérek. A vékonyak. Mert olyan vékonyak. Mindegyikben van valami, ami megmozgatja a véremet. Mondja, mi ez? Ez a parázna ifjúság csupán? Kérem, üljön egy kicsit távolabb. Milyen szép is lenne, hogyha valami természeti tüdemény kiragadná ezt a szalont. És letenné, mondjuk egy lakatlan sziget. És ott lennénk mi ketten, a trópusi nyárban. És a mennyasszonya? Jaj, hagyjon már végig. Hisz az valami egészen más. Mi köze annak ehhez? Szóval úgy gondolja, hogy jut is, marad is. Maga csirkefogó. Oké, ne fogalmazni ilyen irgalmatlanul. És ha pusztán asszonyi szeszélyből azt mondanám, válasszon. Hát, de hisz maga nem szeret engem? Hát persze, hogy nem. Csak látni akarom, hogy mennyit érek. Tudni akarom, hogy feláldoznája a törvényes nyugodt boldogságát egyetlen őrült óráért. Látni akarom, hogy meg tudná-e fizetni azt az éjszakát, ami most kezdődne a szakítás csúnya botrányával és annak a kicsikének a könnyeivel. No, híres fiatal tűzhányó. Ne kísértsen. Éjfélre jár. Lassan az egész ház lepihen. Csend van. És sötét. A falak ebben a vén kastélyban olyan titoktartóan vastagok. Esetleg nem csuknám be a szobám ajtaját. Valaki besúranhatna hozzám. Sötét lenne a szobámban is. Csak egy halk sóhaj jelezni, hogy merre vagyok. Hány órakor? Szamár! Mekkora szamár, de édes!
Lajos! Kérem, én... Mindenki lefeküdt már, Lajos? Nem, méltóságos asszony. Csak a komtesz. A vendégurak a dohányzóban kártyáznak a méltóságos asszonyjal. A méltóságos úr pedig nézi a játékot. Köszönöm, Lajos. Pá, megyek kártyázni. Mindig nyerni szoktam, mikor ilyen jó kedvem van. És van lelke hozzá? Így itt hagyta, felhúzva magas cél? Ó, van. Van. El sem hiszi, hogy milyen kegyetlen tudok lenni. És maga meg is érdemli, hogy szenvedjen egy kicsit. Csirkefogó. És a megállapodásunk? Én tartom magam a megegyezéshez. Hogy ezek a vén vastag falak olyan titoktartóak. Eszébe ne jusson. Nagyon, de nagyon nevetségessé tenni. Na, pá. Jöjj csak ide, Lajos! Tessék parancsolni, méltóságos úr. Tud maga hallgatni, Lajos? Tudok, méltóságos. Köszönöm, méltóságos úr. És most mondja meg, hogy a komtesz komornája, az a fekete, ugye Lici neki? Igen. Hogy az ugye? Ugye. Lehet vele okosan beszélni? Nem tudom, méltóságos úr, de nem szeretni. Olyan lenne, ugyanis a mennyasszony. Már egy éve, hogy elmárkásodtunk. Úgy van, hogy csak őszig szolgálunk a kastélyban, aztán én leszek itt a kertész. Akkor elveszek. Gratulálok. Hát a kastélyban vannak más szolgálók. Van. A mosóni. De az most beteg. Vízkomoros. Le van tűzve a lábam. Meg az öreg méltóságod adály. Augusztusban lesz 80 éves. Hát a faluban? A faluban vannak ügyes menyecskék. Vész vannak. Vasárnaponként sejjem túlással, lakcipősen, pirosítósen, csak itt páváskodnak a templom előtt. Na, menjen szépen le és ivasson elő. Szép aranyfülbe valóra valót kapnak. Na jó, fogja magát. Kezit csókolom, méltóságos úr. Így. De baj van, méltóságos úr. Betyárfalu ez itten. A férfiak bicskával őrzik a fehér népet. Nem mondom még nappal, ha az ember körbenézne. Valamelyik csűrben, valamelyik padláson. De ilyenkor fel kell tenni őket. Éjszaka! Rájuk gyújtani a tetőt? Tüzet kiáltanának? Ki ide az oldalukba nyomnák a bicskát? Fenébe. Abba. De hanem van itten az alvégen egy asszony. Az olyasfajta. Abbul él. Tele is firkálták az oskolás gyerekek a házafalát mindenféle csúnyasággal. Na, szép. Jó képű. Kicsit ragyás. Fiatal? Úgy jó, 40-es, de meg kell hagyni, tisztán tartja magát mindig. Nagyon ragyás. Kicsi. Na jó, várjon. Fölveszem a kabátom. És hogyha maga itt elvégezte a dolgát, lemegyünk szépen a faluba, és megmutatja, hogy hol is lakik. Igen, ismétlős elvösült, kérem. De most jut eszembe, azzal is baj van. Az a perszóna tegnap ellopta a Kovácsné lepedőjét a ruhaszállító kötéről. Tegnap bevitték a csendőrök a községházára. Na jó van, nézze, Lajos! Hozzon be a szobámba egy csebel hideg vizet. De sisteregjen! Hiszen méltóságos úr, kérem, a hideg víz a legjobb ilyenkor. Hozzá! Hagyd dugjam bele a fejemet. Viszont méltóságos, kezit csókolom. Ennek a napnak is vége. Igaz, Lici, hogy hozzámegy ez a Lajoshoz? Most úgy van, méltóságos úr. Persze, ha tisztességesen viseli magát. Ennyi. A mennyasszonyom nagyon sajnálni fogja. Én is úgy sajnálom a komteszt. Nehéz lesz elszokni tőle.
Persze, méltóságos úr, kérem szépen. De tetszik tudni, méltóságos úr, ez azért csak mégis cseréd sors. Ha majd kertészné lesz belőle. Hát persze. Látta, hogy gusztált a vőlegény úr? A vőlegény? Na, mondhatom, szép kis vőlegény. Mindig csak az asszonyok után futkos. Azt akarta, hogy kerítsek neki valami paraszt menyecskét. Meg aztán azt is megkérdezte, hogy magácska miféle? Hogy lehet-e magával okosan beszélni? És maga mit mondott? Na, az, hogy maga nekem a Magda. Itt kus neki. Erre befogta. Pedig a méltóságos úr egészen kedvemre való lenne. Amúgy is, mit rolti maga az én sertem? Te! Ne dühösíts, ne bosszants! Mindjárt fejethez vágom ezt az ibriket! Mit vagy nálam? Bátorok! Beszélni akarok a fejeddel! Parancsoljál, parancsol! Szabad! Ezeket csókolom! Nyitottságos úr! Itt a víz! Jó ide! Kosszottam a kulta! Szintes úr! Jó éjszakát kívánok! Kezüket csókolom! Arról akartam veled beszélni, hogy... Megengeded? Köszönöm meg, Mozsani! Nagyon meleg van! Ittam! Te micsoda durvaságot követtél el már megint? Mikor? Ma este! Ma este? Nem tudom! 11 felé egyedül ültem a szalomban, olvasgattam, amikor megjelent a mennyasszony. Futott, mintha menekülne valahonnan. Sápat volt és reszketett a felindultságtól. Megpróbáltam kiszedni belőle, mi történt. Mentegetőzött. Semmi, futó rossz hangulat csupán. De én ismerem azt a lányt. Azt hiszem, nagyon is jól ismerem. És láttam, hogy a szeme tele van fájdalommal. Miért szenvedett? Mit csináltál vele? Ja, talán megsértődött. Annyira érzékeny. Táncolt a Evelinnel. Mégis tudod, a tangó olyan. Értem már, Evelin. El tudom képzelni, hogy tapadtatok össze. Hogy furtad a térded a térdei közé. Szinte látom magam előtt, ahogy megjelenik szemedben az állati vágy. Édes öregem, ha egyszer táncoltam, nem cibehettem úgy azt az asszonyt, egy hordára csomagot. Hát... Itt ülök hetek óta. 12 órát alszom egy nap. Te nem magam szesszel, hússal, a fűszeres szószokkal. Ez a Mátkaság hülye egy intézmény. Na most voltam 25 éves. Nem csinálják a szememmel. Úgy néz, ahogy ő akar. Hát nem, ahogy én akarom. Utálatos. Ha egy csődör tudna beszélni a ménesembe, az mondana ilyeneket. Te nem szereted azt a lányt. Pedig szeretem. Azt hiszem, hogy... De hát mit csinálják, ha én egyszer ilyen vagyok? Te másféle voltál fiatal korod? Na, öregem, mondd meg őszintén. Te másféle voltál fiatal korod? Az nem tartozik senkire, különösen rád nem, te tartos. De te nem vagy a magad ura többé. Szerelmet ébresztettél egy fiatal lányban. És milyen lányban? Királyi kincs van a kezeidben. Napekvés előtt egy kicsit tornázni szoktam. Roppant kötelessége van annak, akit egy fiatal lány szeret. Aranyos vagy, hogy így aggódsz a lányokért, de úgy tudom, hogy fiatal... Húsevő korom... Nem értek a lányok. Mert féltem tőlük. Vagy tiszteltem őket. Beértem mindig azzal a vendéglőmenüvel, amit az élet könnyűszerrel kínált egy ilyen férfinek, mint én. Nem van, könnyűlegem. Mindig kitűnő macskái voltak. Ami ennek a háztetőnk oslatnak. Utánam akarsz jönni? Vigyázz magadra. Nem kell féltened, óvatos leszek. Engem nem vesznek meg az asszonyok. Inkább én őket. Igaz.
Nem is téged féltelek. Nagyapánkra ütöttél, aki folyton csak váltogatta és megalázta a szeretőit. De mi lesz vele? Milyen élete lesz melletted neki? Ez neked már édesem mindegy. Egyáltalán nem mindegy, mert én is szeretem. Hogy mi? Megőrülök, ha meglátom a lábnyomát a porban. A terasz párkányának alapját. Ha megtalálom az ott felejtett kesztyűjét, és még érzem rajta a teste melegét. Hát itt van. Kint van, kitálaltam. Hogy az embernek ne legyen ereje befogni a száját. Ne vigyorog, te tökfilkó! Óriási meglepetés. Pedig becsület szavamra sejtettem valamit. Az eszed tokját sejtetted. Hisz jóformán magamnak sem vallottam be eddig. Ügyelj rá, el ne kottyancs magad. Nem akarok semmi zavart csinálni. Belén szeretett, kiválasztok. Hát boldoggá kell tenned. De neked kell boldoggá tenned mindenáron. Ha nem megy a szíveddel, a lelkeddel, akkor meg kell tanulnod a szerepedet. Majd én betanítalak, mint egy vizslát. Jól csinálj, mert különben az orrodra poppint. Azt látom, hogy az a ránk szemben. De lesz lárok. Nem kapsz egy vasat sem. Hagyom, hogy megfulladj az adósságaidban. Miféle új figura ez? Nem félek. Majd kapok pénzt a mamától. Mit akarsz tőle? Csak azt, hogy legyél hozzá gyengéd. Hogy szerezd neki sok-sok örömet. Hogy szeresd. Talán a kedvedért megpróbáltuk egy kis lelki tréninget. Köszönöm szépen. Jó éjszakát. Szervusz, öregem. Bocsánat. Ó, Lici. Lici magad? Éljen csak ide, mi a baj, Licike? Tessék meg, dolságos úr. Hát minek köszönhetem ezt a szerencsét? Még délután kivittem innen a gyufát. Gondoltam, mielőtt lefekszik aludni, visszateszem. Hát, nincs itt. Pedig éppen... Adja csak ide azt a gyufát. Lici, hogy megállnak, milyen szép fehér keze van. Hogy tud így elvigyázni? Ó, hát nem sikálok én, méltóságos úr. A komtesz mellett vagyok. És ha mégis mosogatni kell, vagy valami olyat kell csinálni, hát kesztyűt húzok. Na, jöjjön csak kicsit közelebb. Hát nem eszem én meg magát. Vagy ha mégis, nem fog fájni. Milyen szép kis kacsók. Én mondom, hogy csak a fekete hajnőknek lehet ilyen szép keze, ilyen fehér. Ah, de méltóságos. Na, csak semmi szégyenkezés. Ez dukál magának. És nem ízlegek innen csöppet sem. Szép lány maga, Lici. Minden olyan helyes magán. A lábacskája. Hely, de finom kis cipője van. A komtesé volt. Tőle kaptam. Neki szűk volt. Na, ülj már ide. Ide az ágyra mellé. Ne vigyel az álmom. Hát, hogy jól aludjon, méltóságos úr. Ne húzódjon ugye tőlem. Hát nem látja, hogy mennyire tetszik nekem? De méltóságos úr, hisz magának van mennyasszonya, akibe szerelmes. Szerelmes, szerelmes. Nézd, Lici. Jó lesz velem jobba lenni. Felviszem én magát Pestre. Dámát csinálok magából. Színésznő. Jobban élik maga hozzá, mint ahhoz a bambainashoz. Jesszus, a Lajos! Most biztosan leskelődik utána, amikor feljöttem, még utánam is kiabált a halból. Hát aztán, rúgja ki! Nem merez ide jönni az én szobámba. Ó, de hogy is nem. Ha féltékeny, bármire képes. Ott van valaki az ajtónál. Krákogott, hallottam. Biztos csak képzelődik. Na jó, megnézzük. De hogyha tévedett, akkor bezárjuk az ajtót kulcsra, jó? Jézusom! Áh! Ne hagyj
Maradjon, méltóságos úr, meg akar ütni. Hát, miféle színház ez itt? Menjen a sárga fenébe! Adjon engem a méltóságos úr, kérem! Ez a perszóna nekem a márkám! Na, akármicsodá is! Takarodjék innen! Adjon már engem a méltóságos úr, kérem! Hozzá mert nyomni! Pimasz! Segítség, segítség! Segítség! Jöjjön már valaki! Megőrültél? Erezd el azt az embert! Hozzá mert nyúlni! Megfolytam a maradj nyugton! Az egész nem miattad volt! Agyon verlek, te lotyó! De nem csináltam semmit! Mi történt itt? Mit csinálnak? Semmit, méltósága, kérem! Ez a vadállat! Én méltóságos... Nos, kérem. Ez! Ne cigánykodjatok itt! Tiszteletet követelek a házamnak. Igen? Igen. Pardon. Nos, miért akarta agyonverni? Hozzám nyújt. Rám tette a mocskos kezét. Hogy merte? Méltóságos asszony, kérem. Én csak megfogtam a gróf urat. A gróf ura engem megütött. Az arcomba ütött. Itt ezelőtt a leány előtt. Méltóságos, kérem. Én csak megfogtam a gróf urat, hogy ne tudjon ütni. Ismer engem a méltósága. Tudja, hogy türelmes cseréd vagyok. De mindent nem tud az ember elviselni. Belestem a kulcsukon, aztán látom Esztert, a mátkámat, amit itt hancúrozik a gróf úrral. Hey, micsoda fene gyerek vagy te? Hallgasson! Magának ez az undorító dolog tetszik? Üljön le a székébe most azonnal! De ne aludjon! Isten a megmondható, hogy a méltósága. Mit dolgoztam, gürcöltem, spóroltam ezért a jányit. Szerettem őt. Egyszer csak látom, hogy ilyesféle. Hé, hogy maga hogy hazudik. Esküszöm, méltósága, kérem, nem történt semmi, csak visszaszerettem volna tenni a gyufát. Azért ültél az ölébe? Káprázik maga, vaka féltékenység. Elég! Igazat beszél az az ember? Mondja meg, becsület szavára. Igazad van. Köszönöm. Akkor azt ajánlom, hogy nagyon korán reggel utazzék el a hajnali vonattal. Nem szeretném, ha még egyszer találkozzék a lányommal, mert ugye maga is belátja, hogy ezek után... Egy pillanatra, kedves Ráhel. Ne hamarkodjuk el ezt a dolgot. Ez a förtelmes skandalom, ami itt történt, nem való arra, hogy fájdalmat okozzon, és megalázzon egy olyan gyengéd és előkerő teremtést, mint a maga mostoha lánya. Neki erről nem szabad tudnia. De hogyan lehet az ilyesmit eltitkolni? Hogyan lehet befogni a szél száját? Meg kell próbálni. Ugye, bár uram? Mink hal. Akármilyen jó csemege ez egyébként, ezúttal erőt veszünk a természetünkön, és segítünk a pincébe ásni ezt a finom kis ügyet. Én kérlek erre benneteket. Ugye, megteszitek nekem? Természetes. Ez a világos. Némák leszik, mint a csuka. Na, mi lesz Lajos? Tisztességes ember maga? Igen, méltóságos úr. Hát, férfi ember, nem szívesen mondja el, ha pofán verik a mennyasszony előtt. Jó. Itt az egyetlen igazi veszedelem. Ennek nem tudok lakatot tenni a nyelvére. Sose legyen mozgatságom, ha egy munkot is szól. Már reggel el fogja mondani mindenkinek. Anyám életére esküszöm. Ez talán segít. Fogja. Ha csend lesz, kap még. De méltóságos. Tedd el! Kezét csukolom. És most menjen. De ez agyon fog verni odalent. Hát aztán! Csak vedd meg, hogy a bőre is kirepedjen. Lóduljon már! De hogy mondtam, én méltósága kérem. Aki ilyen, a búj se lehet kiverni a rosszat. De akkor reggel elmennék én is, méltósága kérem. Tessen szólni az intéző úrnak, hogy nézz át a cóknokomat. Nem lopok én innen semmi. 10 évig szolgáltam ebben a kastélyban. Ismerek minden szegyúlót. Már azt hittem, itt fogok megvénülni a kertészlapban.
Az ördögbe megy. Hát kiszolgáljon fel itt az asztalnál. Itt maradsz, punktum? De előtte kérjél bocsánatot a gróf úrtól. Kérjél a radai rossz. Nem hallottam. Alázatosan bocsánatot kérek. Jó. Már nem haragszom. Kezüket csókolom. Nem haragszik? Kedves. Nincs is oka haragudnia rá. Két gonoszságot is elkövetett ellene, és a végén még agyon akarta verni ezt a derék becsületes hű cselédet. Gábor, ha már eddig is olyan kedves volt hozzánk, kérem törje a fejét valami bölcs hazugságon, amit meg tudok majd magyarázni a lányomnak, hogy ez a úr miért is távozott oly hirtelen. Milyen tisztítósnál felségesek vagyunk. Jó estét! Halász szolgáljon! Talán nem is kellene, hogy elutazzék. De kell. Kell! Egy percig sem tűröm itt! Igaza van. Első pillantásra valóban rettenetes, ami itt történt. Elviselhetetlen. Én is úgy érzem, hogy ki kellene füstölni ezt a szobát, mint valami ragályos betegség után. És mégis kegyelmet kérek ennek a fiúnak. Mert... hogy is mondjam... Nézze, Rahel, mi kendiek bővérű fajta vagyunk. Ilyenek. De mondjon egyet közülünk, aki ne tette volna boldoggá az asszonyát. A duha ifjakból mindig derék férfiak lettek. Vagy mondja csak, jobban szeretné, ha ez a fickó itt valami beteges, ízzadtenyeri figura lenne? Vagy hogyha egy fáradt éjjánc várná, amíg... De az Istenért! Hát nincs egy tiszta férfi sem, aki mint szerelmes szarvas kiválasztja a párját? Van. A mesében. De nézze a dolog gyakorlati oldalát. Fiatalok összeillenek. A rangjuk, a vagyonuk, a családjaink közt fennálló ősi barátság. Hát, az már igaz, hogy manapság ritka a rendes házasság. Bírulok én is a szégyenkezéstől, hogy az öcsém... De nem rólunk van itt szó, édes Rahel, hanem a kicsike boldogságáról. Én azt hiszem, szegénye valóban szereti ezt a haszontalan legényt. Követelheti, hogy mindent bocsássunk meg neki? Joga van mindenhez? Majdnem mindenhez. Nézze csak, Rahel, ne okozzunk csalódást a maga drága mostoha lányának azzal, hogy elmondjuk neki, mi történt itt az éjszaka. Nem, Rahel, ezt nem tehetjük meg. Tudom, hogy ez nem becsületes eljárás, de most túl nagy árat kellene fizetnünk a becsületért. Hazudjak? Nem, csak hallgasson. Ki az? Méltósága, kérem. Mi kell, dadus? A kis komtesz kéri, hogy menjünk be köztem. Ébren van? Hát felébredt a nagy ridillióra. Csengetett, sehol senki. Én felküldtem, oda mentem hozzá, de ő berontott a méltósága szobájába, mint 20 évvel ezelőtt. Szegénykém. És hát mégiscsak menjen be hozzá. Tudja, hogy mi történt? Hát én csak annyit mondtam neki, hogy... Jól van, dadus. Erígy még, erígy vissza hozzá. Mondd meg neki, hogy nem úgy volt, ahogyan te először hallottad, rendben. Nyugtasd meg. Mondd meg neki, hogy én is mindjárt felmegyek. Repülök. Ez a vénasszony majdnem mindent kifecseget. Hát hogy hallgassunk így? Mit mondjak? Akármit. Hazudni kell, tagadni. Az most szent dolog. Azt kell mondani, hogy a dadus rosszul hallotta. Fogjon rám mindent.
Az lesz a leghelyesebb. Mondja azt, hogy én voltam, abból nem lenne semmi baj. Milyen derék ember maga. Milyen derék szép férfi. Miért is nem magába lesz szerelmes a lányom? Beljön. Öreg vagyok én hozzá. Szamár beszéd. Nem szeretem a kölyköket. Több benzin van bennünk, mint amennyi kell. Meg aztán úgy van ezzel a fiatalsággal, mint a gyümölcsel. Az egyiknek hosszabb a szezonja, a másiknak rövidebb. Én azt hiszem, hogy maga ilyen tartós gyümölcs. Hallom. Kérem! Hallom. Már megint el tudod aludni, pont most, amikor ilyen helyzetbe kerültünk? Hagyja, ne bántsa. Szegénynek fogytán van már az olaja. De azért itt mégsem hagyhatom. Ha alszik, legalább aludjon a saját ágyában. Kelemen! Kelemen! Figyel! Figyelek, figyelek! Jöjjön! Helyes szíveskén menjünk! De hogy az ördögbe kerültem én ide? Micsoda álom? Jöjjön! Gábor! Egyelőre kegyelem. Majd meglátom. Iparkodni fogok, hogy jóvá tegyem. 10 élet se elég hozzá, hogy jóvá tegye az ilyen utálatos ocsmánságokat! Szervusz, fiacskám! Kelemen! Maga megőrült? Hát nem tudja, mi folyik itt? Én ne tudnám! Hogy ne tudnám! Csak nem bírom elmondani! Ez az én titkom! Szervusz, Gábor! Jöjjön már! Az agyamnak! Fordom, csak elhasznék! Nem igaz? Nem sül le a képedről a bőr! Kérlek szépen, ne beszélj velem. Még tűnő is férfi vagyok. Hogy mondtad? Ismét elcsap! Szégyellem magam. De köszönöm, hogy kiálltál értem. Nem értettettem. Érte, hogy mellette maradhassak. Legalább vigyázni szeretnék rá. Most már nem kell féltened Berenikét. Abban a pillanatban, akkor megéreztem, hogy elveszthetem, megfájult a szívem. Megéreztem, hogy szeretem. Szereted. Engem tép szét a kín, amikor szőnyeget vásárolok a hálószobátokba. Én hallgatok, én fulladok, én pusztulok belé. Pedig szeretem. Te magad mondtad, hogy mi kendik fiatalon bolondok vagyunk. De aztán... Hazudtam. Valahonnan csak elő kellett ráncigálnom valami mentségfélét. Na, Gábor, ne menj! Szígyál össze, hogy csak akarsz! Hát te ne hagyj itt! Olyan borzasztó, rossz gondolataim vannak. Nem fogom így lehújni a szemem egész éjszaka. Nincs valami hatad? Talán elringassalak! Száraz dajkád vagyok én! Furdaljon csak a lelki ismeret! Azt talán használni fog! Ne, Gábor, ne! Álmatlan éjszaka. Biztos, hogy nem fog aludni. Ne féljen, nem látom. Elég volt az éjszaka. Na, hiszen. Nézze meg a pofáját a tükörben, hogy milyen. Kelly csókolom. Jó reggel, te Jó reggel. Mitől van ilyen rózsás kedve? Meg. Ez mindig az a bűvályos őszak. Ezt aztán nem lehet platonikus szerelemnek nevezni. Hogy jól megvert ez a bestia? Dehogy is. Inkább én csukartam össze a pofáját. Mégis hallatlan, hogy maguk ilyen könnyen veszik ezt a dolgot. Hát egy cseppet sem éreznek együtt ezzel a házzal. Én teljesen le vagyok sújtva. Szegény kis Bereniki. Viszont nem fogja megtudni.
Ó, hát persze, igaza van Ráhel. Annyira kevés a házasságképes fiatal arszlán, hogy rögtön kegyelmet kell adni még az apagyilkosnak is. Ha itt egy gyilkosságról lehet beszélni. A fiú csak azon fáldozott, mint új egy okozója. Na ne nézz el, pokonozó szemmel. De mindenki tudja, nem sikerült neki. Na hagyjuk őket, menjünk játszani, amíg nincs nagyon meleg. Néhány jó labda, és veszedelmesen megérzünk a villás reggelig. Menjünk. Menjünk. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy ezek ketten, ha mi elmentünk, csókolózni fognak, vagy verekedni? Előtt verekedni, hogy aztán csókolózhassanak. A fene esett a belükbe. Majd a képébe öntette a hacsósnak a forró teát. Ha csak fogja be a száját. Jó, ha nem, hát nem. Akkor maradjon csak. Inkább maradok cseréd, mint hogy egész nap maga szívja a vérem. Hogy szívom a véri? Hát azért szívom, mert szeretem. Tudja maga jól, hogy magáért dolgozok. Bűrizek, görcsölök, minden megspórolt pengőni, csak magára gondolok. Még akkor is, mikor ledögött a kutya vaságyba, hogy bántottam. Hibás vagyok. De tám magának nincsen hibája. Ha szeret, úgy köz, hogy hibástól szeressük a másikat. Ej, de szépen flótázik mostan. Azt szeretném, hogy sejem ruhája, szolgálója, hogy puha maradjon a kis keze, amivel simogasson. Na, gyűjjék már ide, a cuppanósra. Nem megyek, gyűjjön ide maga. Én? Hogy én? Hát, oda megyek én. Lajos! A fene megetje meg, az öreg méltósága, ez már meg engem mi. Jó reggelt, komtesz. Nem tetszik megvárni a közös reggelit? Egy kis kávét, teát, vagy egy kis mézes kenyeret, vagy egy kis dzsemet? Nem kell semmi. Menjen innen. De hát miért tetszik ilyennek lenni, komtesz? Én nem tehetek róla az... Hallgasson! Hallgasson! Nem akarom hallani. Jó reggel. Ezek szerint már tudja. Látja, ilyen piszokalak vagyok. Túlzás. Csak komikus. Cselédkaland. Kényesebbnek képzeltem. Megérdemlek minden leckét. Ez nem lecke, ez más. Gyuri! Jó reggel! Csak hogy jön. Hát már meg sem csókol? Maga nem mondja ezt nézni? Mert engem már egy kicsit zavar. Értem. Kontródom. Gábor, nincs miről beszélni. Vigyen el innen. Nem bírom tovább. De mi a baj? Nézzék te fel ennyi a gyönyörű. Ez a gyalázatos. Micsoda az a gyalázatos? Gábor, micsoda gyalázatosság? De hát, miért érdekli? Ennyi. Most mit törődik fel egyszer Gáborra rájön? Micsoda magának Gábor? Szerettem. Ejha. És én? Még jó, hogy nem jött hozzám feleségül. Feleségül mentem volna magához. Csak hogy a rokona lehessek neki. Lelkes Ervit. Mostanában valami remény kezdett el ébredezni. És erre 10 lépésnyire tőlem egy cseléddel. Na jó. Ne sírjon már! Vagy arra megy ez a sírással. Nincs oka rá,
Gábor ártatlan, de én volnék ez a gyalázatos. Micsoda? Gábor csak magára vállalt az egészet, hogy maga meg ne tudja. Elmerjem hinni. El. Vallassa, Lici. Tudja, azért kicsit rosszul esik. Ritka ember örül neki, ha rájön, hogy a mennyasszonya valaki más szeret olyan nagyon. Most maga búsul. Emelje fel a fejét. Vallja be. Hiszen ez a dolog magát nem nagyon bántja. Tudom, hogy nem szerelmes belém. Érzem. De ne tudja. Biztosan megszerettem volna, ha hagyja magát. Tetszett nekem az az ügy. De féltem is tőle. De amikor megkaptam a kezét édesapjától, úgy éreztem magam, mint akit hirtelen kineveznek londoni nagykövetnek. Hát túlságosan nagyszabású volt nekem ez a pozíció. Valannyi eszem, hogy tudjam, kicsi vagyok én ehhez. Hagyja abba, mert mindjárt átszeretek magába. Na, ne rakjam vissza a kis fazekacskájába. Úgy is tudom, hogy nem akar komolyan megfőzni. Gábor, viszont sohasem fog kivénülni az ilyesmiből. Hiába, kijött a papírforma, győzött a nehéz. Micsoda csacsi beszéd ez? Mi az, hogy győzött? Hiszen Gábor soha nem versenyzett magával. Nem versenyzett, csak szereti. És maga ezt a finom kis oroskájával megérezte ezt a szerelmet. Szeret? Honnan tudja? Tőle, igen tőle. Nekem elmondta, de magának sorsa fogja. Mivel fél? Fél. Na jó, én megyek. Elmondom neki. Szeretném látni, hogy ugrál örömében a plafonig. Ne, majd én. Jó van, akkor majd maga. Ide küldjem. Ne, nem kell. Jöjjön rá, inkább maga. Mondom, hogy ez fél, akár ezer évig is várom. Nem bánom, várok. Olyan jó ez így. Csak várni, nézni, hallgatni. Lici? Igen, komtesz. Nem tudja, hova tettem azt a 2 tucat sejem harisnyát, amit Bécsből küldtek? Igen, tudom, komtesz. Na, hát az 1 tucatot, Istin, hozza ide, magának adom. A fűszín? Igen, Lici. Köszönöm, komtesz. És a szürkét is. Az is legyen a magáé. A szürkét is. Kezit csókolom. És tudom, Lici, hogy maga szeret csinosan öltözködni. Van 1-2 ruhám, azt is magának adom. Alakítassa át. Kezit csókolom, komtesz. De réklány maga, Lici. Gyuri. Sétálok egyet. Össze akarom szedni magam. Pál, drágám. Komtesz olyan aranyos, de olyan aranyos! Olyan nagy szerencséje van magának fele. Adja a magánügyeimet! Szép kis hetszer csinált itt nekem tegnap éjjel. Én? De hát én nem tehetek róla. Megmondtam, hogy a Lajossal vigyázni kell. Azt akarja neked beadni, hogyha nem lett volna a Lajos? Visszaforduljak? Folytatásra következik. Ugyan, micsoda beszélj. Látja, ez elegáns mozdulat volt. Csak a 20 éves fiúkban van meg ez a laza elegancia. Jó, csak csúfolodjék. Azok után, amit velem csinált. Hát mit csináltam én magával? Meggyújtott. Aztán nem akart elutani. Ó, hát könnyen talált maga másik tűzoltót. Pedig lássa, hát ha mégiscsak nyitva volt a szobám ajtaja. Hát, ha ébren vártam a sötétben, ügyelve minden neszre. Hát, ha bosszankodtam, amiért gyáva volt és nem jött. Mondom, hát... De ez épp maga volt az, aki ezt megtiltott? Jaj, Istenem, hát maga igazán nincs a helyzet magaslatán. A nők elvárják, hogy kockáztassanak értük. Érti? Csak egy ökör vagyok. Hát, nem én mondtam. Rajtam, pacak. Csak én vagyok ilyen pekjes barom. Csak én nem kellek senkinek. De mi a baj? Nincs magával semmi baj. De nem mindig csak magával törődjön. Tudja, mi jutott eszembe? Mi? Hát Bereniké. Jaj, hagyjon már békén vele. De én nem tudnék osztozkodni.
Nekem minden gondolata kellene. Az öné vagyok. Őröstő? Őröstő? És ő? Hát összetörne a kis szíve. Na, dehogy törne. Schluss, passz! 10 perc az aki volt. Micsoda? Igen, sőt, annyira nem lesz baja, hogy már van is utódom. Bámulni fog, ha megtudja ki az. De még titok. Titok? Ki az? Gábor. Gábor? Már régóta szeretik egymást titokban. Kolosszális, ugye? Kolosszális? Nem megmondtam maga kis mafla, hogy vigyázz órá, mert elcsípi az óra elől? De, hogy magának micsoda esze van? De mit törődöm én vele, amikor én ma... Hagyjon! Elég volt. Mi a Semmi. Uno. Unja. Á, most már tudom, hogy mit jelent ez. Azt akarja, hogy elmondjam rá ennek, hogy maga nem csak a cselédeknek van terhére az otrombaságával? Azt akarja, hogy kidobják innen? De Evelyn, mi történt? Hisz, az előbb voltunk. Hogy voltunk? Nem emlékszem. Drága Evelyn. Ráhel! Nem, csak azt nem. Mi az ördög van veled? Hát hova rohansz? Csak el. Jó reggelt, Evelyn. Mi volt ez az egész? Mi történt magunk között? Semmiség. Csevegtünk. Elreferálta a maga legújabb érzelmi esetét. Édes, édes. Az a kölök. Merje mondani, hogy hazudott? Meg sem ukkan. Nem meri letagadni. Milyen való ez a skandalum? Hiszen tudom, hogy már egészen elejtett. Biztosan itt ebben a házban is van valaki, aki jobban érdekli, mint én. Ostoba. Hát feslett asszonynak tart. Nem. Csak erősnek. Ha lett volna magában annyi figyelem, hogy a modorom mögött megkeressem engem, akkor pontosan látta volna, hogy milyen gyenge vagyok. Persze ehhez az kellett volna, hogy egy kicsit jobban szeressem. Nem mertem, Evelyn. A szerelem olyan brutális dolog. És most már elmúlt a pillanat. Tudom. Félre kell vonulnom a nagy érzelem elől. Megteszem. Mit csináljak? De azért azt engedje meg nekem, hogy néhány percre legalább ideges legyek. Vereséget érzek. Valamit elvesznek tőlem. Nem vagyok vasból. Mert azért akármit is gondol én, mégiscsak szerettem magát. Na persze a maga módján. Ezt nem panaszképpen mondom. Hála Istennek, hogy így van. Ez a kis fájdalom nemessé tesz. Feloldja a szégyenemet. Tetszik nekem, hogy így szenvedek. Eddig nem igazán voltam trenírozva hozzá. Ez új dolog. Majd tanulok belőle. Drága Evelyn. Igazán. Nem olyan vészes. És majd megvigasztalom. Evelyn, maga olyan végtelenül elegáns. Mondja inkább, hogy tékozló. Pontosan tudom, hogy mennyire pazarlom magam. Óriási összegeket költök semmiségekre, és gyengébb pillanataimban már látom is a csődöt. És ez a félelem, ezt tesz néha gonosszá. Pedig, ahogy mondja, a végén szeretnék elegáns lenni. Én leszek a legjobb barátja. Legjobb barát? Hát ez a klasszikus szakítási szöveg, mi? Fölösleges. Na, Isten áldjon. Ennyi. Megígérem, hogy ezentúl köhögni fogok minden ajtó küszöbén. Olyan kicsi ez a saktábla, drágám, ami játszó. Ne tedd nehezebbé, hogy szeresselek. Mert én nagyon szeretnélek szeretni. Márpedig, ha te valamit szeretnél. Igen. Ha én valamit szeretnék. Hova megy?
Sétálni. Fáj a fejem. Hozzak valamit? Nem. Köszönöm. Maradj. Nem olyan vészes. És legalább szép arcit kapok a vacsorához. Hogy gyűlöl ez az asszony? Hagyja szegényt, fáj a feje. Törődjön inkább velem egy kicsit. Nézzem meg jól, mert most hosszú időre eltűnök a szem elől. Érzem, hogy a terhére vagyok, és nincsen tolakodó természetem. Nem ismerem a kezemet nyújtani. Mihez? Hát nem bocsátja el a kezem? Nem. Nincs a világon még egy ilyen lovagias ember, mint maga. Nem értem. Pedig inkább haragudnom kellene. Az éjszaka majdnem belehaltam a maga nagy lovagiasságába. Miért? Ó, Istenem! Hát tényleg nem vette észre. Segítsen egy kicsikét. Olyan nehéz lesz nekem elmondani. Hiszen sokszor olyan elővigyázatlan voltam. Féltem, hogy elárulom magam. De hát miért? Az éjszaka elcseréltem a poharunkat. Nem vette észre? De én azt hittem, hogy az véletlen volt. Ahol maga ivott, ott ittam én is. De hát akkor mi volt ez az egész az öcsémmel? Már régóta csak ürügy, hogy láthassam magát. Mióta? Nem is tudom. Egyszer egy kis béres gyereknek egyszerre simogattuk meg a haját. A kezem hozzáért a maga kezéhez. Akkor kezdődött. Még aznap este, kinn a kertben, el is kértem a kabátját. Nem is pásztam odaadta. Átjárta a melege. Akkor kezdődött. Jó. Én akkor magát már régen... Egyszer az asztalnál közelebb adta a sóta, adtam a sótartót. Mikor megköszönte, észrevettem, hogy az egyik foga picit felbén van nőve. Ó, Istenem! Mennyi hiba van rajtam! Nézzem meg jól, Bereniké. 38 éves vagyok. Nem vagyok én kopott magához. Én régóta nem látom magát a szememmel. Csak érzem. Adják már abba. Szeretjük egymást. Sejtettem. Megmagyarázom. Felesleges. Elég intelligens vagyok hozzá. Szóval ez volt a maguk meleg barátsága mögött? Haragszik? Az attól függ. Mitől? Hogy mi a szándéka vele? Mi? Hát még kérdezheti? Igen. Minden, ami az erőmtől kitelik. Hát a rabszolgája akarok lenni. Meg akarok érte halni. Rabszolga, hala, szerelem. Micsoda romantikus szavak. Na, körvonalazzuk csak a dolgokat. Megkérje a kezét? Merjem? Merje. Hát akkor kérem, könyörgöm. Apám! Bárhoz katotok volna, mit kívánt? Aha! Nem, lehetetlen. Sószor lehet róla. Éreztem. Na de papa! Kellemem? Na jól megérzettelek benneteket, mi? Keblemre! Ennek még pén sem kell. Igen. Befeled mindenki? Helyes. Még miatt asztalhoz ülnék, valamit szeretnék bejelenteni. Annak vége. Gondolod neki? Éva az új pár. Hát a fantasztikus. Gratulálok. 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 Mire táncolni kell.